Villámok után a hullámok csaptak fel a Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központ üvegablakai mögött. A Hullámmoraj című kiállítás egy különleges együttműködés eredményeként jöhetett létre. Az alkotó Misota Vilmos egyetemi tanulmányai után kezdett el utazgatni, így nyílt lehetősége arra, hogy kipróbálja a szörfözést Portugáliában. Az óceán szépsége teljesen magával ragadta, és már nem tudta elképzelni, hogy ettől távol éljen. A férfi jelenleg Skóciában él, és ott is fogott először kamerát, hogy megörökítse a part és a víz adta lenyűgöző pillanatokat, mondja Lukács József, a Művelődési Központ igazgató helyettese. Misota Vilmos egy Skóciában élő magyar szörfös és természetfotós digitális formában a rendelkezésünkre bocsátotta a portfólióját, és ezt a portfóliót Varga Orbán bonyhádi fényképész munkája nyomán most vakrámára feszítve vászonnyomatok formájában megtekinthetők itt a Művelődési Központ üvegablakai mögött. Misota Vilmossal személyes kapcsolatban vagyunk nagyon régóta, ő Pécsre járt a Tudományegyetemre, többször járt itt Bonyhádon különböző rendezvényeken, ezért innen a kapcsolat. Ez a tárlat május 7-éig tekinthető meg, 11 képből áll és a Hullámmoraj címet viseli, ezt követően pedig a bonyhádi Mayer Alexandra festményei lesznek megtekinthetők ugyanezen a módon. Lukács József elmondta, továbbra is alkalmazkodnak a pandémia okozta helyzethez, és olyan programokat szerveznek, amelyek online formában is megvalósíthatóak. Azonban nagyon várják már a nyitást, és a nyári időszakban számos újdonsággal készül a Bonyhádi Művelődési Központ. A Művelődési Központ november 11 óta sajnos zárva van. A nyitásra vonatkozóan konkrét információjunk sajnos egyelőre nincsenek, se az időpontról, se arra vonatkozóan, hogy milyen szabályok betartása mellett nyithatjuk majd meg a kapuinkat. Ugye ezt azért is fontos, mert a látogatók a biztonsága a legfontosabb, annak ellenére, hogy természetesen már nagyon szeretnénk mi is a régi megszokott formában dolgozni és visszatérni a tevékenységeinkhez. Mi most jelen pillanatban úgy gondolkodunk és úgy tervezünk, hogy a nyáron a szabadtéri rendezvények, hogyha a létszámkorlátozás mellett is, de zöld utat fognak kapni, szeretnénk kihasználni a Művelődési Központ mögötti közösségi tér, a kaszinókertben rejlő lehetőségeket. Különböző programokkal készülünk, igyekszünk kihasználni minden pályázati lehetőséget, úgyhogy a terveink között szerepel többek között gyerekkoncert, szabadtéri színház, irodalmi előadás, szabadtéri kiállítás és különböző élőzenés estek is. Ugye, ami a legtöbb embert foglalkoztatja talán, az a legnagyobb rendezvényünk a Tarka Marha Fesztivál, amelynek az idei időpontja augusztus 6-ára, 7-ére van kitűzve. Tavaly lett volna a jubileumi 20. alkalom Tarka Fesztivál vonatkozásában. Sajnos ezt nem tudtuk megtartani, ugyanis akkor a szabadtéri rendezvényekre vonatkozóan az 500-as korlát volt életben, és mivel itt egy több ezer fős tömegrendezvényről beszélünk, ezért a szervezőség akkor úgy döntött, hogy jobb, hogyha okosabb, hogyha nem tartjuk meg. Jelen pillanatban arra készülünk, hogy reményeink szerint ide mindent be tudunk pótolni, gyakorlatilag ugyanazzal a programtervel készülünk, mint tavaly, természetesen tartogatunk egy-két meglepetést is. Én azt gondolom, hogy ez a következő egy-két hónapban ki fog derülni, és közölni is fogjuk az információkat ezzel kapcsolatban.